Sziasztok! Boldog új évet kívánok mindenkinek! Remélem, hogy jól teltek az ünnepek. Mi itt maradtunk Bécsben, nem tudtunk hazautazni most karácsonyra Magyarországra, így online ünnepeltünk. Kíváncsian várom, hogy milyen lesz a 2021-es év. Ugye 2020-ban bejött ez a világjárvány, és most itt Ausztriában ez már a harmadik lockdown, amit most meghosszabbítottak január 24-ig, úgyhogy itthonról dolgozunk, és várjuk, hogy mi lesz. De nem is erről akartam most veletek igazából beszélni, hiszen nap mint nap ezt mindenki átéli, vagy olvassa a híreket, úgyhogy mindenki tisztában van azzal, hogy éppen most hol tart az egész ügy, és mi történik. Viszont arról akartam veletek beszélni, hogy ugye mindig kezdődik az új év, és sokan minden évben valamit megfogadunk, hogy miben lesz más ez az év, mint az előző volt. És kíváncsi lennék arra, hogy ti mit fogadtok meg. Van, aki azt fogadja meg, hogy leszokik a dohányzásról, lead pár kilót, vagy egy új stratégiát talál ki magának, vagy talál egy új munkahelyet, vagy megcsinál egy új diplomát. Mi pedig azon gondolkoztunk, hogy most így a járvány idején nagyon sokan elvesztették a munkájukat, vagy például arra kényszerültek, hogy kevesebb pénzből oldják meg azt, amit eddig ki tudtak fizetni, hiszen kevesebb pénzt is kerestek. Van, akinek az idei év arról szól, hogy hogyan tud egy kicsit spórolni, vagy hogyan tud egy kicsit félretenni. Vannak olyan praktikák, amivel természetesen, hogy lehet olcsóbban vásárolni, tudatosabbak vagyunk, és megnézzük azt, hogy mit veszünk, vagy hol vesszük azt, vagy miben tudunk spórolni. Brachmann Betty szakértőnk ad most nektek pár tippet, hogy hogyan legyünk 2021-ben tudatosak, és hogyan tudjunk kicsit több pénzt félretenni. Íme! A nők pénzügyi stratégiája, a stratégia felépítése, és erről szeretnénk most így röviden mesélni. Szerintem a nők azok többszörösen is hátrányos helyzetből indulnak pénzügyi stratégiát és pénzügyi tudatosságukat tekintve. Az egyik pont az lehetne az, hogy milyen mintákat láttak otthon, milyen családból jönnek, milyen szerepet vállalt fel az édesanyjuk és az édesapjuk a családjukban, mert nagyon sok esetben alapvetően a férfinak a szerepe, a pénzügyekkel való foglalkozás, és a nők ezekkel nem is igazán kerülnek túlságosan közeli kapcsolatba. Nagyon sok esetben ezt ugyanúgy az új családi konstrukciójukban a nők ugyanígy átveszik, és ezt a témát teljesen átadják a férjeiknek. Igaz van, hogy nagyon nagy különbség tud akár lenni fizetésben ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a háttérrel nők és férfiak között. Itt, ha jól tudom, akkor 20-21% az osztrák átlag fizetésbeni különbségben. Ez nagyon változó, tehát nem lehet ezt így általánosan minden pozícióra levetíteni, ez egy átlag. Emellett pedig még a nőknek a családban lévő szerepe, az még mindig az, hogy ők maradnak otthon a gyerek születése után egyértelműen a kisbabával, a kisgyerekkel, és utána pedig nem csak az, hogy kimaradnak a munkából, hanem utána pedig részmunkaidőben tudnak visszamenni, esetleg nem is tudják már ugyanazt a feladatkört konkrétan elvállalni, mint amit előtte csináltak, már nem tudnak annyira utazni, nem tudnak konferenciákra járni, nem tudnak túlórázni, és ezáltal egy más pozícióban indulnak ki, mint a férfi kollégáik. Ennek következtében a fizetésükben is ez megmutatkozik, illetve az éveikben, és így a nyugdíjukra is ez nagy kihatással lesz. Nagyon fontos, hogy a nők minél korábban elkezdenek dolgozni a pénzügyi műveltségükön, és foglalkozzanak a pénzzel való bánásmóddal és a pénzügyi tudatossággal, tehát most azonnal egyik napról a másikra megvalósítani, mind lehet elgondolkodni. És az egyik az egyik nagyon fontos tényező, az a takarékosság. Mert a minimalizmusnak a gondolata tud segíteni, hogy mik azok a tényezők, amikre mindenképpen szükségem van a mindennapokban, és mi az, ami egy vágy kielégítését szolgálja csak. És ha ezt tudatosabban végig gondolom, akkor el tudom dönteni, hogy mire van mindenképpen szükségem, és mire nem.
Más dolog, ami még szintén ebben segíteni tud, az a környezettudatosság, hogyha egy kicsit abban a szemszögből nézzük, hogy most ezáltal csak egy plusz műanyag szemetet generálok, ami utána az utcánokban landol, vagy meg tudom állni azt, hogy ezt most például ne vegyem meg. Illetve egy másik pénzügyi típusú gondolat, hogyha mondjuk ezt nem veszem meg ezt a dolgot, és mondjuk ezáltal spórolok mondjuk 50 eurót, ezt az 50 eurót befektetem egy befektetési alapba, ami mondjuk x százalékot termel nekem, akkor egy év múlva ezáltal ebből tehát több pénzt fogok tudni kiszedni, ha ezt újra befektetem kamatos kamat, egyre több és egyre több pénzem lesz. Mit tudok ezzel a pénzzel elérni? Például azt, hogy azáltal kevesebbet kell dolgoznom, és több időt tudok tölteni a családommal, mert passzív jövedelmet generáltam. Azáltal, hogy nem vettem meg 50 euróért azt a kabátot. Vásárlólistát készítünk, és ténylegesen csak azt vásároljuk meg, ami ott rajta van, ezáltal nem főzünk többet a kelleténél, nem veszünk olyan dolgokat, amiket utána mondjuk ki kell dobnunk, mert lejár a szavatossága. Vannak nagyon okos appek is, amiknél a költségeinket tudjuk trackingelni, be tudjuk írni, hogy egy hónapban mennyit költöttünk, és a hónap végén meg tudjuk nézni, mik azok a költségtényezők, amikre mondjuk nagyon sok pénzt adunk ki. Ezután fel tudjuk, vagy mérlegelni tudjuk, hogy ez mennyire fontos nekünk, hol tudunk esetleg spórolni, hol tudunk esetleg átstruktúrálni, hogyan tudunk új szokásokat létrehozni, ami által szintén spórolni tudunk. Milyen plusz jövedelem forrásokat tudunk generálni a mindennapjainkban azáltal a számunkra már meglévő konstelláció keresztül, amik csökkentik mondjuk a meglévő költségeinket. Gondolok például arra, hogy van az Oscar, van a BlaBlaCar, ha mondjuk utazunk, és van egy szabad helyünk az autóban, miért nem tesszük fel ezt erre a portára, és ezáltal tudjuk csökkenteni a benzinre kiadott költségeinket, vagy ha egyedül utaznánk az autóban, akkor inkább miért nem szállunk be mi mondjuk valakinek az autójába. Ha van egy vendégszobánk, de nem használjuk, felrakhatjuk az Airbnb-re, vagy hogyha elmegyünk 2-3 hétre nyaralni, kipakolhatjuk egy kicsit a lakást, rászállunk egy fél napot, lezárunk egy szobát, mindent beteszünk oda, és a többi a lakásunkat pedig feltesszük az Airbnb-re. Sok ilyen apró, cseprő kis dolog van, amit ha az ember összead, akkor azért mégiscsak egy ilyen plusz kis bevételre tud szert tenni, amit utána, ha okosan befektetve, ebből újra még többet tud generálni. Tehát soha senki nem fog tudni elvenni tőlünk. Ez az önmagunkba és a önmagunk pénzügyi képzésébe fektetett pénz, illetve idő. Soha nem lehet túl korán elkezdeni, és nagyon fontos, hogy ezt már elkezdjük a gyerekeinknek is valahogy továbbadni. Először azáltal, hogy mi egy jó példát mutatunk nekik, másrészt pedig utána pedig, amikor már nagyobbak esetleg ezzel tudatosan foglalkozni. Tehát tudjunk nekik mutatni, ehhez nekünk is szükségünk van arra, hogy mi is ezzel tudatosan elkezdjünk foglalkozni. A mai világban már nagyon-nagyon sok blog van, YouTube videó, podcast, nagyon sok könyv, amik nagyon könnyen érthető, egyszerűen felfogható módon közelebb hozzák számunkra ezt a pénzügyi világot. Lehet egy éves célt helyezni, és minden évben megnevezni egy bizonyos topikot, hogyha mondjuk tegyük fel, fogalmam sincsen a tőzsdei befektetésekről, a tőzsdének a működéséről. Elhatározhatom, hogy ebben az évben például feldolgozom ezt a témát, és tudatosan megkeresek blogokat, newsletterekre feljegyzem magamat, olvasom ezeket a leveleket, az ott ajánlott könyveknek utána járok, egy-kettőt kiválasztok, olvasom, és ennek következtében egyre közelebb jutok ahhoz, hogy pénzügyileg jobban átlássam számomra nyíló lehetőségeket, és utána ezeket pedig kiaknázzam. Ha tetszett a videónk, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Most egy picit el voltunk tűnve itt az ünnepek alatt, de idén is szuper témákkal fogunk jönni nektek a YouTube-ra, és ne feledjétek a Facebookon, hogyha követtek minket, napi tartalommal találkozhattok, érdekességekkel, utazási tippekkel, friss infókkal, ami Ausztriában történik.